polgármester, Jocskó! Vigyazz! Hát rossz! Na, no. Még egyszer hátra az. Irány a Szilvórium, lépés, indul. Egy, jó, kettő, egy. Parancs, az parancs még békében is. Nem is ijetek ezzel a berakással. Jó, egek, csak egy kicsit volnék fiatalabb. Mondjuk 20 év. Akkor mi volna? Ne csigázzál, te proszlikos, ne csigázzál! Legalább mondani tessék! Benn van az az ingomb, vagy nincs bent? Bent van. Olyan magányos voltam, hogy üvölteni tudtam volna. De nem üvöltöttem. Nem, soha nem üvöltöttem. Még akkor sem, amikor... Mikor? Amikor kisgyerekkoromban toporcon egy hideg téli éjszakán felkapott az ágyból, és kitett a hóra! Ezt nem akarom hallani! Megkérdezhetem, ön hány év? 97. Nagyon sajnálom. Úristen. Nekem mondja. Amikor én Döblingben távoztam a földi létből... 1860-ban kétes körülmények között. Ezt ne firtassuk. Én akkor Klagenfurtba voltam deportálva, de önt, gróf úr, az egész ország gyászolta. Nagyon megtisztelő, örvendek. Miért e rezignáltság valóban így történt? Mert ehelyett jobban jártam volna, ha még aktív földi életemben az előjogait örökké féltő magyar nemesség támogatja ország terveimet. A gyászsal már nem sokra megyek. Döntjük el, hogy mi legyen. És én akkor azt mondtam zokogva, hogy a nemzet halált nem bírnám elviselni. Én meg azt mondtam, hogy a nemzet halál huhogó frázis. Most 30 000 ember halálát kell megakadályoznunk. Beszéljük meg szónoki fordulatok nélkül, hogy mi a teendő. És én összeomlottam, és rád bíztam az én nemzetemet. Nekem az adott erőt a hadszíntereken, hogy soha egyetlen pillanatig nem hittem el, hogy túl fogom élni a szabadságharcot. És ez a tudat, ez valóban nagy erőt ad, mert ilyen aspektusból ugye már teljesen mindegy, hogy mikor következik be az elkerülhetetlen, most vagy holnap. Ha pedig mindegy, akkor lehet szabadon cselekedni.